Tudsz nekem játszani egy percet? Most. Persze. Bravo! Alkotnod kell. Mindig gondolkozz azon, hogy hogyan adhatsz valamit a darabhoz, függetlenül attól, hogy mit írt a szerző. Szerintem ez egyszerre volt varázslatos és fenséges. Imádom az energiáidat, és még mindig a rajongód vagyok. Hűha, ez az Iván! Csak ennyit mondhatok, hűha! De hiszen horvát. Te egyedül, szóló művészként bizonyítottál, és ez óriási tehetséget, óriási karizmát kíván, amivel te rendelkezel. Próbálhatom? Jaj, ne! Persze, már alig vártuk! Kár elrontani ezt a pillanatot! Úgy nézhetek ki, mint egy vén angyal. Mindent egymaga csinált, megírta a művet, aztán eljátszotta. Hihetetlen. Ezt te magad írtad? Még mindig nem tudom elhinni. Miros, szerintem miattad sok gyerek kedvet kaphat a zenéléshez. Ilyen művet írni, és így eljátszani. És hány darabot írtál eddig? Ez volt az Opus 100, vagy valami ilyesmi? Hát sok darabot írtam már. Szuper volt. Rendkívüli volt. Elhallgattam volna egész este. Egyszerűen érzed a zenét. Gratulálok, tényleg nagyon szépen játszottad, bravo. Mennyire áll közel a cselló a hegedűhöz? Én soha nem hegedülnék, annyira nehéz. Tényleg? Annyira finom hangszer. Soha nem mernék egy ilyen nehéz darabot ezelőtt a zsűri előtt játszani. Mindössze két ütő volt a kezedben. De játszottál marimbán, vibrafonon és xilofonon is. Ráadásul mindezt egyszerre csináltad. Lefogadom, hogy én soha nem tudnám ezt megcsinálni. Én hallottam közben, Áron, hogy Mozart kacagott. És azért, mert pontosan ez volt a célja a zenéjével, hogy minél több emberhez eljusson. Ez biztos, hogy most több millió emberhez eljutott, és több millió ember úgy érzi, hogy nagyon is közel áll hozzá a klasszikus zene. Te igazi vagy? Őrület. Igen, ahogy már mondtam, amire képes volt Jimi Hendrix a gitárján, azt tudja ő a hegedűjén. Megvan a saját elképzelésem erről a darabról. Különösen a második tétellel kapcsolatban, ami szerintem az ipari forradalomnak állít emléket, ami nagy hatással volt az emberek életére. Szinte hallani, ahogy a gépek dolgoznak. És el tudjuk képzelni a munkásokat, ahogy szenes zsákokat cipelnek. Ez egyszerűen hihetetlen volt. Egyet mondhatok. Nagyon örülök, hogy énekesként nincs Prokofjev a repertoáromban. As a singer of Prokofjev, you know. Csak óvatosan a kritikával, nehogy kiüssön titeket. Yes. Elrepítettél minket a távoli Argentínába, Dél-Amerika világába. Belekerültünk egy szinte hipnotikus állapotban. Valóban fantasztikus volt. Büszke vagyok arra, hogy én is isztriai vagyok. Elmondanád, milyen titkokat suttogsz a gitárodnak? Nagyon személyes titkokat, amit nem mondhatok el sok mindenkinek, csak tudhatja, és én. Okay. Értem. A barátnőt helyében én féltékeny lennék a gitárodra. A színpadi jelenléted lenyűgöző. Wow. Itt ma nem muzsikáltál, hanem énekeltél. Végre hallhattuk Faustot énekelni. És tudod mit? Nagyszerű volt. Ez egy nagyon nehéz darab. De ahogy játszottad, olyan könnyűnek tűnt, amit szintén nehéz elhitetni. Hogy érzed magad? Kimerültem, de... Én meghalnék egy ilyen után. Péter, a múltkor láttalak zongorázni, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha úgy tudnék zongorázni, mint te. De most már inkább úgy szeretnék, mint rá. Igen, inkább rá akarj hasonlítani, ne rám. Tehetetlennek érzem magam, amikor hallak. Megríkattál. Ha Alicia ezt mondja, akkor... Megríkattál, tudod? Köszönöm szépen. Hány órát gyakorolsz naponta? 2 órát legalább. Igen, több mint 2 órát. 2 órát? Jó, mi nem 22-t? Köszönjük, hogy ellátogattál a csatornára. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, és támogasd a virtuózokat, a klasszikus zene jövőjét.